A lengyel-magyar barátság jegyében tett látogatást a Kecskeméti Karol Vojtila barátság központban ma délelőtt Sebastian Kecsiek lengyel nagykövet. Az ünnepi alkalmon jelen volt professzor dr. Stahó Pekári István alpolgármester, Jánosi István önkormányzati képviselő és dr. Temesvári Péter Kecskemét város jegyzője, valamint Balogh Károly Helvícia polgármestere, akik közösen megkoszorúzták Szent II. János Pálpápa pápa melszobrát. A koszorúzást követően professzor dr. Stahó Pekári István alpolgármester köszöntötte a lengyel nagykövetet is a jelenlévőket. Az alpolgármester elmondta, a lengyel és a magyar nép közötti barátság történelmi kapcsolat, amit semmi nem bonthat meg. Farkas P. József a Vojtila ház alapító igazgatója prezentáció keretében mutatta be a népkonyha történetét 2005-ös indulásától napjainkig. Az eseményen Balanyi Károly Ferenci díjas képzőművész bemutatta a készülő lengyel-magyar emlékoszlop terveit. A művész elmondta Európában két ország van, Magyarország és Lengyelország, amelyet felajánlottak a szűzanyának, vagyis a két ország között nem csak történelmi, hanem szakrális kapcsolat is van. A hit és barátság elnevezésű emlékmű a szakrális vonalat meg, melyben a fohászkodó istenanya mellett megjelennek a magyar népművészet örömtánc motívumai is. A szobor felavatására tervek szerint 2023. március 23-án a Lengyel Magyar Barátság napján kerül sor. Az ünnepi hangulatot Gordonka játék majd a Kecskemét táncegyüttes műsora színesítette.